Nehéz év van az ország és a pécsiek mögött is, mondta stábunknak a megyei fejlesztési biztos karácsony előtt. Kövér János azonban bízik a jövőben, a sikerekhez mindenkire szükség van. Ha össze tudunk fogni, akkor azért ez a város is eredményes lehet a következő évben, hiszen már most nagyon komoly kormányzati támogatást is tudtunk realizálni ebben az évben is, és a következőben továbbiakat remélünk. Három cég is jött a városba, a Pogányi Reptér ügye is úgy tűnik, hogy megoldódik a jövőben, megkezdődik majd a következő években az M60-as építése, és szóval sok-sok fejlesztés lesz, de a legfontosabb talán az az, hogy tudjunk a következő évben is úgy egymásra nézni, hogy nem ellenfelei vagyunk egymásnak, legfeljebb máshogy látjuk a világot, de ha össze kell fognunk Pécsért, akkor ezt tegyük meg. A gyersanyagok drágulása, az infláció, illetve az energiahordozó körüli helyzet alapján gazdaságilag nehéz évre számíthatunk. Azonban a biztos szerint a különböző szereplők összefogása elengedhetetlen a térség fejlődése érdekében.